Az Országos Széchenyi Könyvtárban kettős könyvbemutatóra kerül sor először, méghozzá egy nagyon jelentős kötetek bemutatójára. Az Esztergomban őrzött középkori kódexek magyar nyelvű és német nyelvű katalógusát mutatjuk be egy héten belül. Ez azért fontos, mert a magyar tudományosság számára végre magyarul tudunk egy kódexkatalógust nyújtani, másrészt pedig az európai tudományosság számára németül szintén hozzá férhetővé teszünk egy olyan gyűjteményt, amelynek a darabjai eddig ismeretlenek voltak. A másik nagyon jelentős eredmény ebben a két katalógusban az, hogy végre magyarul is sikerült reményeink szerint azt a szaknyelvet megalkotnunk, amellyel kódexeket le tudunk írni. Ez nem volt egy egyszerű folyamat, de azt hiszem, hogy aki ezt a kötetet kézbe fogja, mind magyarul, mind németül, az láthatja, hogy itt tulajdonképpen egy nagyon fontos eredményről, mérföldkőről van szó, és hadd tegyem hozzá egy kezdetről, mert reményeink szerint ezeket a köteteket többen fogják követni.